Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei között szerepelnek a szatmári középkori templomok. Az imaházakat több film, kiadvány és fotókiállítás is bemutatta már az elmúlt években, most pedig egy nem mindennapi kötet ajánlja az érdeklődők figyelmébe a 17 szatmári templomot. Ugye a cím az árulkodó, az a cím, hogy házadba léphetek egy, nem véletlen, mert azért azt a hiátust mi is látjuk, hogy nem csak a Szatmárban vannak olyan középkori templomai a megyének, amely egyrészt értékként is meg kell, hogy jelenítődjön, másrészt pedig ilyen könyvalakban is mindenképpen kellene, hogy kapjon valamilyen megjelenési lehetőséget. Úgyhogy az egy az számunkra is egy motiváció, és szeretnénk minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középkori templomot értékként is, és a későbbiekben pedig egy ilyen színvonalas kiadványban is megjeleníteni majd. A műemlékeket, középkori templomokat Csutkai Csaba fotóművész örökítette meg, szerinte nem csak a hivatásos fotósokat ihletik meg a gótikus vagy neogótikus épületek. Én úgy hiszem, hogy azok az emberek, akik elmennek ezekre a településekre, vagy a korábban rendbehozott templomok, mint a Sonkádi templom, vagy a Gyügyei templom, ami köztudott, vagy amennyire remélem köztudott, hogy Európa Nostra díjas kitüntetéssel rendelkező templomai, ennek a fotózásához csak oda kell menni. Nem hiszem, hogy fényképezőgépnek az objektíve letakarva maradna, és úgy merne el onnan bárki. Én hiszem azt, hogy ez nem csak nekem élmény, ez mindenkinek élményt tud adni. A könyv a Bene János Csutkai Csaba szerzőpáros nevéhez fűződik, és több mint 100 fotót, valamint rövid történelmi leírásokat tartalmaz.